Bokodról magamtól rájöttem, hogy nyilván valami Bokodi nevű emberről van elnevezve logikusan. Régi település? Hát az első írásos feljegyzések azok 1230-as évek, most pontosan nem tudom megmondani, mikor történt. Bronzkorból is voltak már itt leletek, tehát lakott volt ez a rész. Én azt gondolom, hogy pontosan a fekvése miatt. Itt a Vértes lábánál, az Általér völgyébe fekszik ez a település, tehát jó elhelyezkedésű. 62 tájékán született meg ez a tó, mert ide terveztek egy szenes erőművet, ezt úgy mondjuk mi, hogy szenes erőművet, mire a bánya művelés itt a környéken régebben már elindult, erre fejlődött ki a település is, meg a környező városok is, és vannak fiatalok, vannak eladó területeink, mindig vannak beköltözők, mint ahogy említettük, iskola, óda van, és van három felekezetünk, tehát arról híres végül is, hogy van három nagyon gyönyörű szép templomunk. A főutcán helyezkedik el mind a három, ilyen 500 méteren belül. Tehát ez is egy ilyen jellegzetesség. Nagyon kevés az a település az országban, ahol három templom van, és főleg ilyen közel egymáshoz épült. Ebből következőleg akkor most gyalog megyünk. Én azt gondolom, ha nem esik, akkor menjünk gyalog, ha esik, akkor... Akkor is menjünk gyalog, csak esernyőt fogjunk a fejük fölé? Lehet, igen, mert érdemes azért a főutcán végignézni. No, hát akkor ez a főutca? Ahol most vagyunk, még nem. Ez már egy lágazás róla, de hamarosan oda fogunk érni a főutcára, ahol, mint említettem, ott lesz a három templom. Aha, látom már itt, sőt, az egyik templom már előttem is van. Van. 1624 óta létezik itt evangélikus közösség, tehát a reformáció után nagyon gyorsan itt is egy evangélikus közösség kialakult. A feljegyzések szerint egy sártemplomot építettek, karrók és különböző, hát akkori technikák szerint ennek körülbelül a negyede volt ennek a templomnak az akkori alapméret, és az volt az otthona a gyülekezetnek, és később, amikor volt csökkenés, növekedés, aztán amikor erősödött a gyülekezet és lehetőség is volt rá, akkor Fellner Jakab tervei alapján építették ezt a templomot. És hát most már mindent értek azért. Nagyon izgalmas. Dátumokat lehet felfedezni az oszlopokon. Ott van egy 1816-os dátum. Mitől volt ez a gyülekezet olyan gazdag, hogy Fellner Jakabot meg tudta fizetni? Mit csináltak az 1600-as években itt a bokodi evangélikusok? Hát mezőgazdasággal foglalkoztak. Hát igazából akkor még nem volt erőmű, nem volt bánya. De hát ez iszonyú sok pénz, tehát sztárépítést megfizetni az drága. Nézze, amire a szív rádobban, arra tudnak áldozni az emberek. Ez nagyon érdekes, hogy bizony, amikor most felújításokat pályázati pénzből tudunk csak elvégezni, visszagondolunk, hogy az őseink pedig a maguk bevételének, hát olykor a felét odaadták azért, hogy közösséget, illetve közösségi teret tudjanak építeni. Puritán, hazajön. De szeretem én a puritánt. Linoleumos a dolog. Kínálvási lehetőség nincs. De van, a másik helyiség. Azt nem nézzük meg. Hűha! Ezek pedig a horgászbotok itt a fejem felett. Hány darab? Hát itt egy-ketően 8-10 darab van itt fent a mennyezetre erősített tartókon. Körülbelül. Hát, mind a magáé? Általában igen. Mi a csodának 8 féle? Arra másfajta kell. Magas tégem erre van? Én nekem nincsen. Hanem akkor hol horgász? Hát a partról, tehát itt vannak parti horgászhelyek is. És a napi egyel ide érkező horgászoknak is vannak kialakított helyek, ahol tudnak horgászni, mert ugye itt nem csak az itteni horgászokról szól, hanem az ország többi részéről idejött horgászoknak is. És főleg itt a téli időszakban nagy a szerelem, mert hát nem fagy be. Legalábbis idáig még nem fagyott be a tó, és nagyon sok horgászt vonzott azokban az időszakokban, amikor máshol már nem lehetett, be volt fagyva, és itt még mindig nagyon jó lehetőség volt a horgászatra. Cudar idő van. A mai napon hányan horgásznak kinn a tavon? Szerintem 30-35
35 körülbelül. Mindenhogyan van egy megrögzött mag, aki éves szinten kint van. Van, aki itt lakik kint a tóparton, csak haza a lakásába azért megy, hogy a levelet vagy a postáját átvegye. Nagyon szeretnek kint az emberek. Nem riasztja vissza sem az eső, sem a hó. Parti orgás sem, mert itt, ahogy mellettünk lévő csatornába jön ki a melegvíz, esőbeállók vannak építve, és be tud húzódni, hogy csak a botázik, a orgász nem ázik.